Magyarnak lenni, ez a címe Kovács Nóri új lemezének. A dalok népzenei alapra készülnek, és a többségüket ő maga Kovács Nóri írta, akit Magyar Kultúráért díjjal is elismertek. A lemezt jövő szombaton mutatják majd be az Urániában. Kovács Nóri előadó művészkedés, sokkalom. Jó reggelt. Gratulálok, itt a lemezbemutató, klipbemutató február 10-én az Urániában. Így van, délután 3 órakor. Saját válogatás van rajta, mert tudom, hogy a dalok nagy részének a szövegét ön írja. Igen, próbáltam úgy összeállítani ezt az albumot, hogy természetesen a címet tükrözze, hogy számomra mit jelent magyarnak lenni, és 12 olyan dal került rá, amelynek többségét én írtam, de természetesen vannak rajta népzenei alapú dalok, vagy egyházi népénekek is, amelyek ugyanebben a témakörben vannak. Azt, hogy magyarnak lenni milyen, ezt borzasztó nehéz lehet kifejezni. Érezni nagyon könnyű, de kifejezni, úgyhogy másoknak is át tudjam adni ezt az érzést. Így van, ez szerintem egy hivatás kell hozzá, vagy egy hitvallás, és én úgy érzem, hogy ezt megkaptam onnan fentről, úgyhogy kötelességem ezt valahogy továbbadni az embereknek is. És hát, hogy számomra mit jelent magyarnak lenni, tükrözi a lemez is, hogy ebben az elvadult világban hogyan maradjunk emberek, és hogyan maradjunk a keresztény mi voltunkban, hogyan tiszteljük az őseinket, és hogy azt a tudást, amit tőlük szereztünk, és értékeket, ezt hogyan adjuk át a következő nemzedéknek. És azt gondolom, hogy nekem feladatom ezt, mivel még fiatal vagyok, és tudom ezt prezentálni sokaknak, hogy ezt átadjam. Népzenei stílus, a népzenei hagyományok az önművészetében mindig is jelen voltak. De most ezen a koncerten lesz valami újdonság? Nem is csak egy újdonság, nagyon sok újdonsággal és meglepetéssel készülök, és természetesen nem csak a népzene, hanem ami a címadó dal is magyarnak lenni. Ez egy elég populáris dal lett, és pont azért, mert szeretnék új közönséget is megszólítani, és azokhoz is eljusson az üzenet, akik nem feltétlenül a magyar népzenén nőttek fel, vagy nem feltétlenül ezt szeretik. Úgyhogy ez egy kicsit rockos, kicsit popos dal lett például, de a lemezen rengeteg más stílus is jelen van, például a klasszikus stílustól, a jazzesebb változatig, a népzenétől, az egyházi népénekig, pont azért, hogy mindenféle stílusban, de ugyanazt a gondolatvilágot közöljem. Amikor népénekekről teszik beszélni, akkor ez azt is jelenti, hogy ön elindul és gyűjtöget itt a Kárpát-medencében? Igen. Ez igen. Hogy megy? Hát ez most a 21. században már elég modernül megy, tehát nem a technikai eszközök akadályozhatnak meg abban, hogy gyűjtsünk. Inkább az, hogy sajnos egyre többen már eltávoznak közülünk. Azok, akik még a tudásőrzői, ők már nagyon megöregedtek, és tényleg az utolsó pillanat van, amikor még egy-egy olyan emberhez el lehet menni, aki valóban át tudja autentikusan adni nem csak a népdalokat, hanem mindazt a bölcsességet, amiben ő felnőtt. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és amikor csak tehetem, akkor nagyon szívesen járok, főleg Erdélybe, és ott gyűjtöm a népdalokat, és fel is teszem ezeket a lemezre. Főleg mezőségen, Székelyföldön, Gyimesben, ott a határnál, nagyon szeretem. Becsukom és a szememet, látom magam igen, és azt nagyon a táját, és bocsánat, sok meg hallom a hozzá kapcsolódó zenét. Így van, és én magam előtt látom azoknak az embereknek az arcát is, akiktől gyűjtöttem. Amikor éneklem a dalokat, akkor így felidéződik, hogy ez most Kovács Józsi dala, vagy ez most Gizi néni dala, és akkor ez így megjelenik valahol az ő személyisége is ezekre. Annyira tetszik emlékezni, hogy kitől vettem át azt a zenét, azt a dalt? Minden egyes emberre emlékszem, akitől gyűjtöttem, hiszen számomra a gyűjtés nem 5 percig tart, hanem én szeretem megismerni azt az embert, és ha lehet, akkor visszajárni hozzá. Tehát egy gyűjtés nem arról szól, hogy egyszer vagyok ott. Nálam mostanában már nem is gyűjtés, hanem kimegyek Erdélybe, és meglátogatom a barátaimat. Milyen másképp hangzik, de hát akkor felteszem önnek, ennél sokkal nagyobb a tárháza. Természetesen. Ennél a 12 dalnál. Tehát azért itt egy másik lemez is kinézőben van. Nagyon sok lemezem jelent már meg népzenei tárgyban is, de én egy kísérletező ember vagyok, és szeretek más műfajokban is megmutatkozni, és pont az az üzenet, amit az előbb is elmondtam, hogy ne csak a népzenét szerető emberek felé közvetítsem ezeket az üzeneteket, de azért természetesen a népzenei maga az mindegyik dalban valahol ott van, ott csírázik, hiszen ez ezeket az értékeket valahogy tovább kell adnunk. Hogy fog kinézni a műsor 10-én? Ez egy 2 órás nagy koncert lesz, amelynek az elején bemutatjuk a Magyarnak lenni című dalhoz készült videoklipet, és utána nagyon sok vendéget hívtam, például velünk lesz Publik Antal színművész, vagy Sinkovics Vitai András színművész, aki verseket fog szavalni, és hát zenész barátaim is. Sinkovics művész úrnak a fia, ő? Így van, így van, így van, és természetesen a magyarsághoz kötődő versek és dalok lesznek az egész műsor folyamán. Egyébként milyen érdekes, azon gondolkodtam, hogy hallgatom most
abszolút, hogy hány műfajban mutatkozik be, hogy ezek mind összefüggnek, és aki szereti a zenét, az gyakorlatilag mindegyiket szereti. És az egyiket nem szereti olyan nagyon, majd megszereti a másik révén. Így van, de szerintem ez előadó függő, és ha valaki szeret egy előadót, akkor hogyha olyan dalokat is énekel mondjuk, amelyek számára nem biztos, hogy műfajban éppen tetszetősek, de az előadó miatt lehet, hogy előbb-utóbb megszereti ezt a műfajt is. Én ezt is tapasztalom. Ez interaktív, tehát a közönség is bekapcsolódhat? Abszolút, és maga ez a koncert is interaktív lesz. Én nagyon szerettem megénekeltetni a közönséget. Jaj, de jó, úgyhogy most is készülök erre. És hogy fog ez történni? Vannak olyan dalok, amelyek nagyon sokszor elhangoztak. Nem látom már a kezeket, jó, de nem hallom. Nem. Tehát vannak olyan népszerű dalok, amelyeket már nagyjából ismer a közönség, és elég könnyű szövegük van, vagy a refrénjük, az ismétlésük, és olyankor mindig kérem is a világostest, hogy ne zárjanak el attól, hogy sötét a közönség, és nem látom őket, ilyenkor felgyúlnak a fények, és akkor látom a szemek csillogását, látom az arcok ragyogását, és persze hallom az éneket, és szerintem ennél felemelőbb nincs, amikor együtt szól a dal, együtt szól az ének. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk volt, szívből gratulálok a lemezhez. Köszönöm sok szépen. Ilyen sikeres lemezt kívánok még, és nagyon köszönöm. Én egy felejthetetlen érdekes, hömpölygő koncertet 10-ére. Köszönöm. Köszönöm.